Az Agrotrend csoport második alkalommal adta át az Agrofotó díjakat. Nagyon izgalmas dolog az, amikor a mi ezerarcú vidékünkből, az agráriumból egy-egy pillanatot néhányan el tudnak úgy csípni, hogy még azok is rácsodálkozzanak aztán a képekre, akik egyébként adott esetben olyan környezetben élnek. Körülvesz bennünket az a környezet, ami nagyon sok apró szépséget hordoz rejt magában, és néha így belehajolva az igába észre se vesszük. Amikor fotókat díjazunk, és pillanatokról, felvételekről döntünk, akkor valójában mégiscsak az emögött álló embert, kollégát díjazzuk és értékeljük, hiszen ahogy általában a szántóföldi növénytermesztésben, így a fotózásban is, az eredmények azt gondolom, hogy nem véletlenül születtek meg. Idén 6 kategóriában kerestük a legszebb mezőgazdaság témakörében született fotókat, a díjkiírásra pedig 58 fotósból több mint 200 felvétel érkezett. A jelöltek most már egyre minőségi fotókat küldenek, érdekes észrevétel viszont, hogy sok drónos kép készült, ezért az a tervünk, hogy jövőre egy külön kategóriát indítunk, drónos vagy légi felvétel kategóriát. Érdekes, hogy nem csak drónról, hanem hőlégbanorról is készítettek felvételt. Kategóriánként 3 döntős szavaztunk, meg a döntősök között pedig kategóriagyőztes és a legtöbb pontot kapott fotó lett a fődíjas. A szakmai zsűri döntése alapján az állattenyésztés kategóriában Koncz Bisztric Tamás, a szántóföldi növénytermesztésben Kovács Norbert, a meteorológiában Palcsek István, a növényvédelemben Vida István Tamás, a kertészet-szőlészetben Ravasz Balázs, a gépészetben Galbács Tamás lettek a győztesek. A közönségdíjat Csák István vihette el. Az Agrofotó pályázat fődíját 2018-ban Böröcki Bulcsú, Kitépet lap a télnaplójából című alkotása nyerte.